A magyarok közel háromnegyede jó kapcsolatot ápol a szomszédaival, akik nem baj, ha kedvesek, segítőkészek és persze csendesek. Ez derül ki egy felmérésből. A Mi utcánk nevű applikáció azokat hozná össze, akik szívesen segítenek egymásnak. Legyen az egy szerszám, egy jó tanács vagy éppen egy szívesség. Önök szerint milyen a jó szomszéd? Csöndes, barátságos, segítőkész? Ezek mindegyik együtt, vagy éppen egyik sem? És hol húzódik a jó és a rossz szomszéd közötti határvonal? Mert valljuk be, bizony egy rossz szomszéd tönkre tudja tenni egy ember életét akár néhány nap alatt. Lehet látni végig, hogy milyen szomszédok vannak a környéken, mire van szükségük. Néhány évtizeddel ezelőtt magától értetődő volt, hogyha valakinek szüksége volt valamire, vagy akár segítségre, akkor a szomszédaihoz fordult. Mára ez megváltozott, ezen segítene a Mi utcánk nevű applikáció, ami az egy környéken élőknek a tippeket kihez forduljanak, ha bármire szükségük van. Úgy kezdődik a dolog, ha beléptél, hogy van egy főoldal, amin meg tudod nézni azt, hogy Hogy milyen témák vannak a környéken, hogy kinek mire van szüksége. Ugye lehet látni, hogy valaki például társasozáshoz keres társakat, esetleg valaki angoltanárt keres, vagy tippet, hogy hol lehet venni valamit a környéken. Az applikációt persze hosszú tervezés és kutató munka előzte meg. Alaposan kikérdezték például az embereket, szerintük milyen is a jó és a rossz szomszéd. Nálunk a 600-valahány válaszból az derült ki, hogy a barátságos a legfontosabb, körülbelül 70%-nak ez a legfontosabb a szomszédokkal. És aztán inkább a negatív oldalon láttuk azt, hogy a zajos az mindenképpen ott van, a megbízhatatlan, az, aki koszos. A barátságosság mellett a megbízhatóság és a csendesség vezetik a jó szomszédok tulajdonságait tartalmazó listát. Kedves legyen, barátságos legyen. Segítőkész, hogyha bármi probléma van, figyeljen. Mindenek alatt azt kell mondjam, hogy barátságos, segítőkész. Illetve olyan típusú, akit az ember ugye maga köré, akár kollégális, akár családi szinten el tud képzelni. Az applikációnak jelenleg 48 ezer felhasználója van. Ennyien készek arra, hogy segítsenek egymásnak, ha szükség van rá eszközzel, vagy éppen tanáccsal. Leggyakoribb az, amikor kölcsönkérsz valamilyen használati tárgyat. Szög, kalapács, fúrógép, létra, vagy só. A második, ami nagyon érdekes, és ez most egy tényleg jelentős probléma, szakember. Tudsz-e ajánlani megbízható ... asztalost? Ami viszont a felmérés szerint gyenge pontunk, hogy az új lakók alig mutatkoznak be a régieknek. Jó ír viszont, hogy összességében a magyar lakosság közel háromnegyede úgy érzi, jó kapcsolatban van a szomszédjával.